Sziasztok, Madaras Magbi vagyok, nézzétek az NSO TV-t! A szolnoki szurkolók ott próbáltak a második félidőt kicsit kizökkenteni, de egyébként teljesen jó pofán, és akkor kb. Egy másfél-két perccel a vége előtt felajánlották, hogy ha kapok még egy gólt, akkor fizetnek egy sört. És akkor mondtam, hogy ha 3 mérkőzésre eljönnek, akkor a mérkőzés végén fizetek nekik egy fröccsöt vagy egy bort, mert hát nyilvánvalóan nyerni fogunk. Ja, másképp hozzá, nem is lehet hozzáállni, ezen a nagy képviselők, csak hát az abszolút a sportolói most a pozitivitás szó belőlem. Úgyhogy ennyi történt. Nehéz meccs volt, nagyon-nagyon elfáradtam, és mint az előzőn is nagyon elfáradtam. Gratulálok az Egernek, mert jól játszottak. Hát ilyen ez a döntő, tehát gyakorlatilag egy gól dönt. Úgyhogy ők lőtték azt az egy gólt a végén, ők nyertek, úgyhogy gratulálok nekik. Tényleg Egerben megpróbálunk győzni. Tudjunk, hogy nagyon ügyes, nagyon nagy tehetesek van ezt a szolnoki csapatban, és nagyon figyeltünk, hogy mi volt a tervünk, és jól csináltunk a munka. Igaz, egy gól döntött, de mi volt még, ami döntött mellettetek? Hát nyilván a Bíros Peti kezéből, de a védekezéstől is azt hiszem, hogy nagyon jól védekeztünk, amikor kellett, fontos emberelány, védekeztünk jól, és attól néltünk a meccs. Mi is úgy gondolom, hogy nagyon jól fölkészültünk belőlük, bár az elején az ember hátrányoknál nem működött, de utána abszolút kiosztuk azt, amit elvártunk volna a saját munka a mérkőzésért, illetve a szónokon is érződött, hogy ők is úgy gondolom, hogy videóztak meg, kikockáztak a mi támadásunkat, főleg emberelőnkbe. Igazából nem estünk össze, tehát szerintem az volt, hogy küzdöttünk egymásért, nem az volt, hogy kerestük a hibát a másikban, hanem bíztattuk a másikat, és elhittük, hogy itt is tudunk nyerni, nem csak Egerbe, és ez volt a kulcsa szerintem. Jött az a szónoki plusz, ami vízilabda a plusz jelent, egy lefordulásgól, illetve egy szétziláltak teljesen a védelmünket a 6-6 ellen, és a Zsivko Gocsi is szépen belőtt az akciókot hátulról. Az Eger? Igen. Jó, jön mindenféleképpen, és jönni fognak. Azt garantálom, hogy úgy fogunk odaállni tiszta szívvel, hogy most is oda tettük magunkat.